Sziasztok, én Lucky Way, későn érkeztünk egy újabb Rocket League videóhoz. Ma megint elővesszük ezt a játékot, mert nagyon tetszett nektek az előző videó, és ezt nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki esetleg lájkolta vagy hozzászólt. És az a nagy harci helyzet, hogy 2v2-zni fogunk megint. Skilly SE3 a csapattársam, és olyanok ellen játszunk, akik együtt vannak, oppé. Jó. De nem értem, oda kellett a boostért mennem mindenképpen, azt tőleg elvéti. Megpróbálom a falról elütni, és Jézusom, gyerekek! Én ezt most megmutatnám nektek, hogy itt mi történt, de az a helyzet, hogy leesett a billentyűtartóm. Oké. Ezt ki kell szépen rúgni, most nem érünk rá ezzel foglalkozni. Oh shit. Valami nem oké. Billentyűzet tartom leesett, bocs, hogy nem mentem rá. Hát az jó passz. De megmentette a srácnekünk. Oké, melyek? Oké, hát azt nem akartam amúgy felrobbantani. Nem volt az tökéletes beadás, sajnos. Tudom, hogy eljugott itt, csak kellett a boost. Ajj, és kicsit mellé szállok. Passzus pedig szépen csinált a srác. Közel voltam, az igaz, mert hozzá is értem, de sajnos nem sikerült. És valakik ám úgy írták, hogy ezen a szinten már sokkal jobbnak kellene lenned, meg ilyen airdribble-öket kellene nyomni, meg minden, de hát srácok, én nem vagyok meg bajon, én casual player vagy. Na, megmutatom nektek, srácok, itt van a billentyűzetem, ezt most valahogyan megpróbálom visszaottojálni. Jó, sikerült, semmi pánik, oké, mehetünk is tovább. Most centering az mit jelent, hogy megyek vagy nem megyek, jó. Ilyenkor általában ugye azt szokták mondani, hogy take the shot vagy I got it. De ő azt mondta, hogy középre centering. Oké, nézzük itt mi a helyzet, ez egy rossz beadásnak tűnik, az tiéd vagy? Igen, az a tiéd, ügyes vagy, oké, gyerünk Skilly. Jó vagy, valahogy az jó, csak sajnos nem mertem annyira kimenni, aha. Én egy full casual player vagyok, én nem vagyok ebben a játékban sem profi. Mindenképpen azért próbálkozok nyerni, hát azért a Dia 3 rank azért szerintem nem olyan rossz ahhoz képest, hogy így olyan kedven van, nyomok egy-két játékot. Jaj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 . Oké, nem jött a borát, nem jött a borát a labdára, ez volt a szerencsénk, ezt kirúgjuk innen szépen, oké. Oh boy, hát ezt mind a ketten ezt elszámoltuk magunkat, nem számít, megyek vissza boostért. És a szép lövés. Oké, megpróbálhatod beadni középre. Aha, arra lehet, hogy nem kellett volna, de azt nem akartam megkockázni, ez meg majdnem elrúgta mellettem a srác. Aha, felrobbant, hogy nem tudtam, és fel is vette a boostot. Á, szép volt, csak... Ó, majdnem gólt is ugott a srác, oké. Na, nézzük, mi lesz ebből. Nem megyek, mert jön az amat, megyek vissza a kapuba. Oké. Aha, jó. Oké, ez a barát nem tudom, hogy miért nem jön segíteni támadni csapattársának. Nem tudom, érdekes taktikát választanak, így egyenként próbálnak jönni most. Na most ő adja be neki a csapattársa, viszont érkezik, és az fölé rúgja, hála Istennek. Oké, én ugye most láttátok, nem a labdára mentem, hanem inkább a pasvasa. Ó, de szép gond. Na, azt mondtátok, hogy nekem is ilyeneket kéne rúgnom, hát én ilyeneket nem tudok. Gyakorolnom kéne ilyeneket, mert az rohadt menő lenne, az biztos, így brr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 
lövő sávot próbáltam lezárni az előző repülésemmel, nem az, hogy eltaláljam a labdát. Oké, ez egy easy save. Az viszont jön vissza középre. Viszont az a miénk lehet, még nem baj, ez így... Mentem volna, de... Ez sajnos egy... Kakika lövéske volt. Próbáltam felrombantani a szemetet, nem tudom utolérni egyszerűen. Az még jó, az... Gyönyörű vagy. Nagyon jó csapattársat kaptam. Az a helyzet, hogy szerintem úgy kerizik engem. Tehát engem most cipel a vállán az üreg mindenképpen, mert... Én nem vagyok túl jó, de... Na most biztos, most tudom, hogy mit kell csinálnom. De neki nagyon megy is. De ezzel tökre ki vagyok békülve, szóval... Nem olyan nagy probléma ez. Ha neki nem probléma, akkor nekem nem. Oké, az enyém lesz. Viszont... Passz.
Hát igazából basszak jó, de én nem gondoltam volna, hogy ebből lesz valami, mondjuk. Ja, nagyon szép rugás volt, a gyerek eléggé mákos amúgy, ja, és kicsit nevetett most ezen, hogy ez is bement neki. De ügyes mindenképpen a gyerek, szóval látszik, hogy úgy megy a labdákra, ahogy kell, tudja, hogy kell. Hopp! Ja. Ezt inkább nem kommentálom, oké? Okay? Hozzáteszem, ez az első játékom egy hét után kb. Szóval van kifogásom megint, és porát, vagy izé, skill me. Jó. Az a baj, nincs boostom. Melyek boostér. Viszont ő is be fogja rúgni, figyeld meg. Nem, kivédték, pedig kapura mehet. Oké, 40 másodperc van hátra, 3 góllal vezetünk. Elfogyott a boostom. Nem volt rossz lövés, uram. Oké. Okay. Aha, azt hittem, hogy rámész, de keresztbe. Oh. Majdnem blokkoltam a lövését, de próbáltam, ahogy láttátok, kicsit fölé menni, mert a srác így meglökött, aztán majdnem blokkoltam a lövését, de azt hiszem eldöntöttük, igen, a mérkőzést. Fel is adták, GG. A csapattársam nagyon jól játszott szerintem. Én nekem pedig egy kis bemelegítő mesek tökéletes volt. Diamond 2, Divízió 2 lettem most, szóval Divízió 1 voltam. Jó, amondó vagyok, hogy nyomjunk le még egy mérkőzést mindenképpen. Nem voltunk a legjobbak, de mindenképpen meg fogunk próbálni most több gólt szerezni. Az az egy gól, amit rúgtunk, az is olyan, hát olyan, olyan easy gól volt, megcsinálta nekünk az Itzert, a csapattársunk. Na, Oldman HTO a csapattársunk, Troll Guy, illetve Bungi az ellenfelünk. Oké. Sajnos Troll Guy nem jött ki. Pedig ilyenkor azért el szoktak indulni középre is, de gondolom, amint látta, hogy OFK a csapattársa, meggondolta magát nagyon észszerűen. Ajajajajaj, ezt csúnyán eladtam, viszont Oldman háti megoldja meg, hát nem is ment kapura ez a labda, szerintem nincsen boostja a srácnak, most már van. Oké, Oldman HTO, ezt el kellett volna rúgni már, nem baj. Oké, ez gond, légy szíved ki, yes, oké, menj oda, oké, nincs boostom, tesa, sajnos nem tudtam ezt kivedni, pedig simán ki lehetett volna amúgy, mert nem volt olyan életerős lövés. Ilyeneken múlik ugye, hogy van-e boost éppen, vagy nincs-e meg, hát jó, oké, egy ilyen profi első játékos ezt kivédi 10-ből 20-szor, én értem, csak hát én nem vagyok az, már mondtam, srácom, Pici, én egy casual player. Oké, az beleér a... Hú, nagyon szépen repült visszafelé a trollgál, és nagyon szépen megoldotta. Oké, az fölé megy, jön a passz, nem. Oké. Az a... Nem hiszem el, ez a trollgál gyorsabb, mint én. Most tökéletem, oké, viszont az jó lehet. Tudtam, hogy visszafelé fog jönni, ezt még nem kapura rúgta. Nem tudom, mindegy. Oldman, rúgd el szépen, oké. Még mindig a tét. Lassúak vagyunk, az a helyzet, hogy nagyon lassúak vagyunk. Az ellenfélhez képest mindig előbb odaérnek. És nem úgy vagyunk lassúak, hogy lassabbak a kocsink, hanem lassabban cselekszünk. Gyengébbek vagyunk mindenképpen, hát ez jó lenne, de... Nem értem volna oda semmiképpen. Az viszont neked még jó lehet, így van. Oké, szép blokk, de hát nem tehetett róla. Oké, bocsánat, ez egy telefon volt. Na, az a harci helyzet, hogy ezt elrúg. Na, ha erről beszélek, hogy ilyen lassú a pont, az szép lövés, viszont Oldman hát jó. Ja, nem vitte ki, hanem kapva volt, jó van, itt vagyok ám a szerem. Oké, az jó beadás, mert lepattam a plafonról, de lassúak vagyunk, igen, nem tudom miért. Oké, elkezdek koncentrálni, oké, srácok. Nem tudom miért álltál be elém, ez enyém lett volna.
Oké, okay, keresztbe rúgjuk, meg felmentjük a kaput. Majdnem meg lett a gólhelyzet. Oké, okay, az jön nekem keresztbe. Az még jó, és ott is van a gól. Yes! Gyönyörű passzorot nekem, Troll Guy. Nagyon jó, mindenképpen. Az a nagy harci helyzet, hogy egy-egy az állás, 2 percnél egy kicsit több van még hátra. Oké, okay. Csak el kellett kezdenem koncentrálni, és meg is van a gól, és... Meg is van a második! Vezetünk! 2-1! Nice van teambe, szóval én visszaírom majd TI, mert hát most írok egy tankset a globális chatbe, akkor most ez üljetek ebben a héttől, hogy thanks. Na mindegy. Érted, én nekem gondolkodok ilyenkor. Na, nézzük a szitut. Oké, okay, vezetünk, viszont egyáltalán nem biztos ez az állás, mert egész jók az ellenfeleink. Hát én innen kapura nagyon nehezen lehet rátenni. Megpróbáltam, kapufa lett. Sajnos Oldman erre nem számított. Oké. Okay. Ó, szóval elszámoltam, Jézusom! Jó, nem lett belőle baj. Ho! Felszabadítottak a narancssárgák. Na, az viszont már meg lesz. Mondta Lucke is, nem lett meg. Oké. Okay. Ennek viszont meg kell lenni. Ez már fontos volt, hogy átaláljuk. És mehet a felszabadítás, Oldman, gyere. Bum. Csapd erőre! Még egyszer, alulról, pöskö... Baj. Na most gyorsabb voltam, mert hát fel is rombantotta. Nem volt busztó. Pedig oda repültem volna ám simán. Air dribbling meg minden, tudod, meg lett volna. Ott van, oké, okay, ott vagy, nagyon jó. Viszont most nekem is ott kell lenni. Yes! Oké, okay, Troll Guy. Oké, okay, és jöhet! Ah, a kapura küldöd, az de jó lett volna, már akkor bejöttem volna egy középre, és felrobbantom a csávot. Oké, okay, ez micsoda fék volt? Micsoda fék volt ez, gyerekek? Nagyon szép volt, oké. Okay. Megy a felszabadítás. És basszus, nem tudunk felszabadítani. Oké, okay, hova szittem, az már mellé. Téd. Nem a téd, jó. Oké. Okay. Oké. 14 másodperc van hátra, ez most nagyon szép védés volt, erre most büszke vagyok, srácok. Oké. Okay. Oh shit. Let's see. Ah, thank you, mellé rúgta, és fel is robbantotta. Nagyon ügyesen. Jövet. GG. Zsír, nagyon, Oldman ezt nagyon szépen megcsinálta, majd rá a videógame. Oké, okay, that's so sad. Ja, most elkezdődik valami biztos itt a szaltizás, erről mi inkább jobb, ha lemaradunk. Ez egy nagyon jó meccs volt, mindenképpen izgalmas volt, talán jobb is voltam, mint az előző meccsen, kicsit feljavultam. Találkozunk legközelebb is, remélem. Hogyha tetszett, lájkoljad, és ha lesz rajta 2 like, akkor lesz folytatás, jó? Sziasztok!